Sziasztok! Ez a mai videó egy elfogytak videó lesz, vagyis egy olyan videó, amiben azt mutatom be, hogy milyen termékeket használtam el mostanában, tehát az üres flakonjukat fogom megmutatni ezeknek a termékeknek, és röviden elmondom a tapasztalataimat, hogy tetszett, nem tetszett, mennyire vált be, vagy mennyire volt hasznos. Azok, akik esetleg látták az előző videómat, ami egyébként a júliusi kedvencek volt, azok talán azt gondolhatják, hogy úristen, ez a csaj most már x napja ebben a cuccban van, így kendővel a fején, de nem erről van szó, hanem egy napon vettem fel mindkét videót, úgyhogy ne lepődjetek meg azon, hogy a két videóban teljesen ugyanaz minden, mert hogy egymás után vettem fel őket, de akkor térjünk rá erre a mostani videóra. Először is két sminktermékkel fogom kezdeni. Az egyik az Aden Cosmetics Universal 3-in-1 Mascara, vagyis egy szempillaspirál, ami 3 az 1-ben, ugyanis hosszabbít, dúsít és göndörít, és mindemellett még hipoallergén és vízálló is. Hát megmondom őszintén, hogy ez a spirál nagyon nem hagyott bennem maradandó nyomokat, ennek ez a hagyományos keféje van, tehát ilyen ez a ször, vagy nem tudom én milyen kefe, tehát nem ilyen gumis, és van benne egy ilyen kis, nem tudom, ilyen homokóra alakú a keféje, talán ez a legjobb szó rá, de ahogy mondtam, hát így elhasználtam, de különösebben nem érintett meg ez a szempillaspirál. Hát talán így némileg azt mondhatom, hogy dúsított valamennyit, de még azt sem mondanám igazából. Én megmondom őszintén, hogy mindig félek az ilyen sokat ígér termékekről, mert általában az szokott lenni a vége, hogy nagyjából semmi nem válik be abból, amit itt a csomagoláson írnak, de hát végül is így egy spirálnak jó volt, de biztos, hogy nem fogom újra venni ezt az Aden szempillaspirált. A következő termék az a Sleek Luminaire Corrector, az E02-es árnyalatban. Azok, akik itt régebb óta követik már ezt a YouTube csatornámat, azok több smink videóban is találkozhattak ezzel a korrektorral. Ez egy ilyen ecsetes végű korrektor, nem tudom, hogy mennyire látszódik, és a végén ilyen, tehát így nyomkodni kellett, nem tekerős, hanem ilyen nyomkodós. És nagyon szerettem ezt a korrektort, én ezt a szem alatti területek világosítására használtam, és arra tökéletesen megfelelő volt. Ilyen brutál fedés ennek nincs, és nem is arra való, hogy ilyen pattanásokat, meg ilyen durva bőrhibákat elfedjetek bele, de arra, hogy mondjuk a szem alatti részt virágosítsátok, vagy akár itt az orrnyergen, a homlok közepén, vagy az állon lévő területeket egy kicsit így kiemeljétek, arra viszont tökéletes, nagyon krémes állaga van, tehát szépen el lehet dolgozni. Ennek az E02-esnek egy picit ilyen barackos beütése volt, de ez mondjuk a szem alatti sötét karikákra nagyon jó is. És én ugye attól féltem, hogy ugye nem látszódik, hogy most ebben mennyi van, de hónapokon keresztül használtam, én ezt még tavaly rendeltem egyébként, de akkor nem kezdtem el egyből használni, hanem így intenzíven éveleje óta használtam, és nagyon sokáig elég volt, tehát szerintem legalább 3 hónapon keresztül napi rendszerességgel használtam, és nagyon sokáig kitartott, tehát nagyon örülök neki, hogy ennyire kiadós mennyiség volt ez. A Sleek termékeket én egyébként a Makeup Plaza oldaláról szoktam rendelni, úgyhogy akár ezt is bármikor nagyon szívesen újra rendelném, mert hogy tényleg nagyon jó termék. Most egyébként egy ehhez hasonlót használok, a Catrice-nek a Retouch Light Reflecting ecsetes korrektorát, az is hasonlóan jó, de ezt a terméket nagyon szerettem, úgyhogy nagyon szívesen akár újra is vásárolnám. A következő az már 3 arcápolási termék lesz, az egyik az Aromax arcápoló tonik zsíros pattanásos bőrre. Ezt is még tavaly vettem meg, de végül idén sikerült elhasználnom, nagy nehezen hozzáteszem. Ez egy alkoholmentes tonik, amiben rengeteg természetes eredetű összetevő van, és igazából pont emiatt vettem meg, mert hogy alkoholmentes, az én bőröm nem nagyon szereti az olyan termékeket, amiben alkohol van, és a zsíros, illetve pattanásos bőrre, amiatt bár nekem szerencsére nem nagyon vannak már pattanásaim, de azt gondoltam, hogy így a T-vonalamra jó lesz, hogy majd mérsékli ott a zsíros részeket. Hát megmondom őszintén, hogy nem igazán jött be, mert hogy eléggé ragacsos érzést hagyott maga után. Az egy dolog, hogy az illata fura volt, arra igazából így fel voltam készülve, mert hogy
azért az ilyen természetes termékeknél ez elő szokott fordulni, de érdekes, hogy nincs benne alkohol, de valahogy mégis ilyen alkoholos illatát éreztem, de mondom, ami miatt igazából nem nyerte el a tetszésemet, az az, hogy ilyen ragacsos, fényes volt utána a tévonalam, amit nem nagyon értek, hogy miért, úgyhogy hát eléggé nehezen használtam el, és biztos, hogy nem is fogom újra venni, mert egyáltalán nem tetszett, és nem is vált be. Szintén elhasználtam mostanában egy újabb üveggel, a Garnier Essential Sensitive nyugtató tonikból. Ez egy illatanyag, alkohol és színezőanyagmentes tonik, amit leginkább érzékeny bőrre ajánlanak. Szerintem ez a termék vagy kedvenceim között, vagy ilyen elfogyottas bejegyzésben már szerepelt, mert hogy nem ez az első flakon, amit elhasználok, és most is, jelenleg is ezt használom. Nagyon szeretem, mert egyáltalán nem irritálja a bőröm, nagyon jól frissít, kellemes érzést hagy maga után, egyáltalán nem lesz tőle ragacsos a bőröm, úgyhogy azt hiszem, hogy gyakorlatilag ez az én Holy Grail vagy Szent Grál tonikom, úgyhogy továbbra is ezt fogom használni, nagyon örülök, hogy rátaláltam, és a továbbiakban is fogom használni, úgyhogy biztos, hogy még fogok belőle pár flakonnal elhasználni. A következő, ez a Bulldog Sensitive hidratáló krém, amit magyar boltokban ne keressetek, mert ugye ezt évelején vettem, amikor Bécsben voltunk kirándulni, ott találtam rá egy drogériában. Ez egy 95%-ban természetes anyagokból álló hidratáló krém, és hát nagyon-nagyon szerettem ezt a krémet, úgyhogy szerintem, ha legközelebb megyünk Bécsbe, akkor feltankolok belőle egy pár tubussal, mert hogy, ahogy mondtam, egyrészt ugye természetes anyagokból van, másrészt pedig nincsenek benne parabének, természetes színezőanyagok, illetve szintetikus illatanyagok, illetve semmilyen állati eredetű összetevőt nem tartalmaz. Ahhoz képest, hogy ez egy eléggé, hogy mondjam, milyen vastag vagy sűrű állagú krém, nem is tudom, hogy mondjam, de nagyon jól beszívt a bőröm, és egyáltalán nem hagyott maga után ragacsos érzést, nagyon jól hidratál és puhává teszi a bőrt, egyáltalán nem irritál, mondjuk nagyon nincs is benne semmilyen olyan anyag, ami miatt irritálhatná a bőrömet, úgyhogy egyszerűen tökéletes arckrém, és hát nagyon sajnálom, hogy elhasználtam, bár mondjuk ezt is elég régóta használtam, tehát hónapokon keresztül az arcápolási rutinom része volt, és hát nagyon sajnálom, hogy nálunk nem lehet kapni, pedig szerintem, hogyha ezt lehetne, akkor biztos, hogy csak ezt használnám, mert nagyon jó arckrém. Úgyhogy, ha Bécsben jártok, akkor nézzétek meg ezeket a Bulldog termékeket, mert egyébként többféle krém is volt, és nagyon sajnálom, hogy elhasználtam. És akkor térjünk rá szerintem a testápolási termékekre. Az egyik, ez az Alterra áfonya és fügés radírozó tusfürdő. Na, csak sikerült. Tőzdeg áfonyás egészen pontosan. Annak idején, amikor ezt megvettem, akkor nagyon keresgéltem a drogériákban ilyen radírozós tusfürdőt, és hát nem nagyon találtam, tehát meglepő, hogy a drogériákban nagyon kicsi a választék ilyen radírozós tusfürdőkből, és végül a Rossmannban találtam rá, ez a Rossmannak ugye a saját márkás vonala, ez az Alterra, és akkor ott meg is örültem, hogy jó, ez ilyen természetes anyagokból van, meg minden ilyesmi, de megmondom őszintén, hogy nem igazán jött be ez a termék. Egyrészt a radírozó hatásával sem voltam megelégedve, másrészt kicsit ilyen bizarr volt, hogy nem tudom én, ilyen tőzegáfonyat a rakák úszkáltak így a zuhanyzóban, mondjuk az még a kisebb baj lett volna, hogyha tényleg jól radíroz, de túl gyengéd volt, tehát nem éreztem jelentős különbséget, és valahogy nem is éreztem azt, hogy a bőröm olyan nagyon puha lett volna a használata után. Úgyhogy elhasználtam, de maradandó nyomot nem hagyott bennem, úgyhogy nem hiszem, hogy újra fogom venni. Egyébként most a The Body Shop-nak használom a moringás testradírját, ami viszont nagyon jó és nagyon szeretem minden szempontból. Tudom, hogy tusfürdőkről nem nagyon szokott így szó esni a blogom, mert ezt már szerintem elmondtam többször is, hogy a tusfürdő azért egy olyan dolog, ami nem túl drága, és hogyha az embernek nem válik be, akkor vesz belőle egy másikat. De én azért megmutatom, hogy elhasználtam két Dove tusfürdőt is az elmúlt időszakban.
Arra kellett rájönnöm, hogy szeretem a dávtós fürdőket, főleg ezeket a Nutrium Moisture bőrtápláló krémtus fürdőket. Az egyik ez a Go Fresh Fresh Touch uborkás és zöld teástus fürdő, a másik pedig ez a Purely Pampering Shea vajas és Warm Vanilla tusfürdő. Mindkettőt másért szeretem igazából, ez a Go Fresh, ez a meleg nyári napokon nagyon üdítő és frissítő tényleg, tehát olyan kiszállt az ember a zuhanyról, és így azt érezte, hogy most aztán tényleg triplán felfrissült. Ez a barna, ez pedig tényleg olyan, ez az igazi ápoló, ilyen luxus érzést adó tusfürdő, de igazából mindegyik nagyon jól hidratál, és egyáltalán nem szárították a bőrömet, nagyon jól habzik mindkettő, és tényleg nagyon szeretem ezeket a távtusfürdőket, nem tudok rá más mondani. Egyébként a Pixi Boxnak a nyári Summer Edition kis táskájában is volt egy dávtus fürdő, ami valamilyen virágos, most így nem ideszem, hogy mi volt a pontos neve, de azt használom jelenleg is, úgyhogy hát úgy látszik, hogy valamilyen rákaptam ezekre a dávtus fürdőkre, úgyhogy előszeretettel ajánlom őket nektek is, mert hogy szerintem elérhető áruk van, és tényleg jó. Bár lehet, hogy attól, hogy nekem beváltak, nem biztos, hogy másnak is, de ez egy másik kérdés. És akkor a végére két L'Occitane termék. Ezt egy ilyen kis szedben kaptam még valamikor, nem is tudom, nőnapra vagy Valentinnapra, hogyha jól emlékszem a férjemtől. És ez a Spring Cherry limitált kiadású kis ilyen ajándékcsomaga volt a L'Occitane-nak, amiben volt egy ilyen mini tusfürdő, egy kézkrém, illetve volt egy szappan is, és egy ilyen kis virágos neszeszerben volt benne ez az egész. Hát ennek a Spring Cherry-nek az illata, ez valami fenomenálisan finom, virágos illat, úgyhogy én akkor anno annyira beleszerettem ebbe az illatba, hogy még a parfümöt is megvettem így pluszba, azt egyébként még jelenleg is használom, úgyhogy az abból van még. De hát ezt a kis tusfürdőt, ezt nyilván nagyon hamar elhasználtam, a kézkrémet pedig, hát szerintem ezek a L'Occitane kézkrémek zseniálisak, annyira jól hidratálnak, még a legszárazabb kezeket is szerintem megmentik, mert nagyon sűrű krém, viszont így nagyon hamar és könnyedén beszívja a bőr, és hát a kézkrémnek is ez a Spring Cherry illata volt, úgyhogy imádtam abban az időszakban. Mondjuk ezeket még így szerintem májusban használtam el, nyilván amik most így felgyülemlettek, ezek nem egyszerre fogytak el, hanem így gyűjtögettem az üres flakonokat, tehát ezeket már nem most fogytak el, de nagyon kellemes kis termék volt ez a Spring Cherry vonal. Szerintem már nem lehet egyébként kapni őket a L'Occitane-ban, hogyha jól emlékszem, akkoriban lehetett, most már nem, de van szerintem mindig valamilyen ilyen cserés kis termék van ott náluk, úgyhogy gondoljátok, akkor nézzétek meg mindenképpen az üzletben. No, és ennyi lett volna ez az elfogytak videó. Remélem, hogy tudtam ebben a videóban is ilyen hasznos véleményeket mondani ezekről a termékekről. Hogyha tetszett ez a videó, akkor mindenképpen nyomjátok meg a tetszik gombot, illetve kommenteljetek is. Tudjátok, hogy mindig kíváncsi vagyok a véleményetekre és az ötleteitekre, úgyhogy ezeket mindenképpen írjátok meg nekem. És ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra, hogy mindig időben értesülhessetek az új videóimról. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok. Sziasztok!